érkezik, én a felhangzát összetekerni. Hát nem mínusz van, hanem egy 10 fokos esés hirtelen. Ezért nem nyomtam a klímát 20 perc az autóba. Látom. Van elvitt a szél, szerintem beljebb kéne még menni. Elviszi a szél. Csak nem. Nézd, hogy... Hogy gyere, gyere! Hallod, gyere ide, pont az van odaírva, hogy szél. Hol ott égeső van? Á, nem, az te, kopognak. Te tudod ki a kezed? Nem, csak nagyon nagy cseppekbe esik. Ma este már nem kell megsülni. Nézd, hogy jó. Itt nagyon nagy víz lesz, nem? Ha? Ez elég bitang. Az mi van, ha idáig fölmegy a víz? Nem megy föl. Mondom, hogy annyira megy. Kevin, várjál, kiállt ember. Hogy gyere. Nem, mert elázol, aztán fázni fogsz. Jajaj, Nyugi! Nem állok ki! Jó! Húzzak, én nem tudom nektek! Elviszi a szél a felhúzom, ugye? Gyere! Nem, mert elázol. Menj már hátrébb, ne ázzál szarrám, ezt talánul akarsz benni ülni? Most már mindenhol ázik minden. Ugyanilyen nem lehet! Nem lesz ilyen több, ugye? De. Miben csapódott bele? Az messze volt. Praktiker? Messze a fasz! Mi van, hogy belecsapódik? 2 kilométer biztos volt, mert a villanás... Belecsapódik a praktikerbe. Az nagyon nagyot szólna. Úgy szokták megmondani a távolságát, meg hogy közeledik a vihar, vagy távolodik, hogy hány másodperc. Van a villanás, a fény és a hang között. Mert ugye a fény az kicsit gyorsabban megy, mint a hang. Hangos csak 1000-rel megy, a másik meg 300-rel. Igen, kilométerre van. Ez meg 2! Úgyhogy hangsebességgel számolunk, a fénysebesség a maximum. És akkor amennyit a hang másodpercenként megtesz, annyi a késés. Hoppá! Nézd ide, figyelj! Hogy annyi a távolság. Ez most már elég rendesen szakad itt mindenhol. Nézd, ott ez... Lehet, hogy átállunk máshova, mert itt elönt minket a víz.